Itt most 38 fa van, gyakorlatilag azt mondom, hogy egy zsák diót biztos nem fogunk tudni összeszedni a 38 fáról. És én úgy látom, hogy ezt az ültetvényt úgy, ahogy van, megszűnték el nyilvánítani, mert olyan szinten tönkrementek a fák. De a fák döntő többsége nem így néz ki. Ebben a zárt kertben 38 diófa áll, összesen nem lesz egy zsáknyi a termés, és alig, ha nem idén utoljára potyognak diók a fáról. Nagyon-nagyon sajnáljuk, de több évtizedes munka után azt mondjuk, hogy fel kell adni. És nem biztos, hogy újra diófákat kell ültetni ezen a területen. A diófa komoly magasságokig képes nőni, ez viszont jelentősen megnehezíti a permetezést. Védekezni pedig kellene az úgynevezett dióburokfúró légy ellen, amely ilyen pusztítást képes végezni. Ilyenkor vigyázni kell már a dióval, mert könnyen avasodik. Gyönyörű szép első osztályú dióink vannak, 6800 és 7000 forintos kilóárba, és vannak nem olyan szép, de darálni azért jó diók, ezek 3000 forintos kilóárba vannak. A dió sohasem számított olcsó gyümölcsnek, most még a tavalyi termés kapható a piacokon, már most is meglehetősen magas áron, és még el sem kezdődött az idei szezon. Az csak október végén várható, az árak természetesen emelkedni fognak. Nagyon sok kisebb kertes házaknál az emberek, mint ugye egyszer már fekete lett a dió, rögtön ki is vágják. Nem feltétlen kellene, mert lehet, hogy pár év múlva újra teremne, de így gyakori, hogy a háztáji diótermés már teljesen kiakadt, ott vannak esetleg, ahol nagyba termelik még a diót. Várhatóan drágább lesz, mint tavaly, hiszen hogyha kevesebb van, akkor egyenes arányban nő az ár is. A kevesebb termés és a magasabb ár meglátszik a forgalmon is. A dió igazi szezonja még csak decemberben lesz, hiszen a karácsonyi sütemények egyik legnépszerűbb alapanyaga. Sok dió sütemény sütött, igen. Most az árával teljesen nem vagyok tisztában, de olyan 3000 forintért vettem még tavaly. Igaz, hogy háztól 3000, 3500. Nagyon egészséges és nagyon szeretjük. A vásárlók szinte kizárólag dióbelet vásárolnak. A csonthíjas termést nem is keresik, kivéve ha Mikulás csomagba vásárolnak. És nem csak kényelem szeretet miatt, hanem azért is, mert megpucolva látszik, hogy milyen a dióbél, míg csonthíjas termés esetén valóban zsákba macskát vesz a vásárló. Azt veszem észre, hogy kevesebb van, ami van is elég rosszak, mert valami megtámadhatta, vagy bogár, vagy valami az idejű, vagy nem tudom, mert fekedennek lefele a fán is. Aztán amúgy nem sokat használok, de néha szoktam venni. A dió minden tud, amit egy gyümölcsnek tudnia kell. Kiváló vitaminforrás, növényi rostokban, ásványi anyagokban gazdag. A benne található többszörösen telítetlen zsírsavaknak köszönhetően támogatja az agyműködést, javítja a koncentrációs képességet, és mindezek tetejében még finom is. Diós laskát csinálok, nagyon sokszor sütök kalácsot, mert nagyon szereti a család. Sokat fogyasztok nyersen, mert tudom, hogy nagyon egészséges, tehát a dió az egy nagyon jó dolog, csak sajnos egyre drágább a dió. Az elmúlt 10 évben a támogatási konstrukcióknak köszönhetően a hazai diótermőterület 6000 hektárról 9200 hektára nőtt. A termés mégsem lett a korábbi másfélszerese, továbbra is nagyjából 6450 tonna. A termőterület nőtt, a termés átlag alig észrevehetően emelkedett, az ár viszont egyenesen kilőtt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2000-ben 1160 forintba került egy kiló tisztított dió, idén már a 7000 forintot fogja átlépni.